Egy év alatt közel 10%-ot emelkedtek az ingatlan árak, utoljára 2012-ben kellett ilyen magas összegeket fizetni a piacon. Az ingatlannal való hitelrendezés törvénye miatt azonban ez ismét változhat. Egy hónap alatt országos szinten 4,5%-kal emelkedtek az ingatlan árak. Az egy évvel korábbi adatokhoz képest így már 9,8%-os drágulást jegyeztek. Trella Tamás ingatlan közvetítő szerint ennek elsősorban gazdasági okai vannak, de a drágulás az elsőház programnak is köszönhető. Ez mondhatni sikeresen működött. Ennek köszönhetően voltak vásárok, és volt egy viszonylag egy stabilitás, mondjam azt, egy gazdasági stabilitás, sőt, amit lehetett hallani rádióban, tévében, hogy a román gazdaság előre lépett, fejlődik. Tehát volt egy bizonyos nyugodtság ilyen téren, és akkor az emberek mertek vásárolni. Trella szerint az árak már két évvel ezelőtt emelkedni kezdtek, de nem egységesen. A nagyobb, drágább házak például olcsóbbak lettek. Az országban továbbra is Kolozsváron a legmagasabbak az árak, meghaladva a négyzetméterenkénti 1000 eurós lélektani határt. Van a befektetőknek a serege, ami nem csak Kolozsváról, hanem egész Erdélyből jönnek befektetni Kolozsvárra, mert ha valaki mondjuk az euróját bankba tartja, 1,6%-os kamatot kap, viszont itt az ingatlan piacon az évi hozam olyan 7-10% közötti bruttó jövedelmet jelent. A magas árak összefüggésben vannak az IT-szektor virágzásával, az egyetemi központtal, illetve a gazdasági fejlődéssel, amelynek köszönhetően sok az üzlet és az irodaház is. A szakértők szerint azonban most mindez megváltozhat. Mivel a bankok ingatlan kölcsön esetében 30-40%-ra emelnék az önrészt, a következő hónapokban kevesebb lesz a vevő és csend lesz az ingatlan piacon.